áldás, békesség. Minden időben. Jó reggelt kívánok! A mai napon Lukács evangéliumából olvasom fel a jerikói vak meggyógyításának a történetét. Ez a 18. fejezetben van megírva, a 35. verstől a 42. versig a következőképpen szól lesz hozzánk. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott föl: Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta, az egész nép dicsőítette az Istent. Ott én ennek a rövid kis történetnek azt a címet adtam, hogy a vakságtól a vigasztaló látásig. És három rövid szóra fűztem föl a gondolataimat ennek a történetnek a kapcsán, azért, hogy akár otthon is újra tudjuk gondolni, és imádkozni lehessen fölötte. Az első ilyen szó a nincs. A második szó az a találkozás, a harmadik a van. Nincs. Ebben a helyzetben talán, amiben mi magunk is vagyunk, könnyebben el tudjuk képzelni ezt a vakot ott az út mellett, aki csak elképzelni tudja, kikövetkeztetni tudja, hogy milyen is az a világ, amiben él. Menne körülött a járókelők, hallja a lábuk csuszogását, esetleg a ruhájuknak a suhogását, beszédfoszlányok jutnak el hozzá, ennél több nem tudja, hogy mi vár rá, hogy éppen az egyik pillanatban valami jó történik vele, vagy esetleg valami rossz. A legnehezebb az egészben az, hogy azokból a fillérekből, amit kap, és azokból a töredékes információkból, ami összejön neki, abból kell a saját életét biztosítania, hát ebből pedig elég nehéz. Vak ez a helyzet. Természetesen a mi számunkra a vakságnak van azért egy másik jelentése, talán átvitt értelme is. Arra gondolok, amikor vakká lesz például az értelem, vagy vakká lesz a szív, vagy bejön a vak hit, abban az értelemben is, amikor nem engedek be semmi mást, és kicsit fanatikussá leszek, vagy éppen az a vak hit, amikor ugyan megszólal nekem az Isten, és elkezdem érezni és látni, vagy megtapasztalhatnám, de mégis valami elzárja előlem, mégsem értem meg. Számomra a legnagyobb nincs az annak a megtapasztalása, amikor a meccéspontja az én életemnek és az isteni történéseknek nincs meg. Az a legnagyobb nincs, amikor az élet történetünknek nincs meg az égi része. Mondhatom talán úgy is, hogy nincs meg a transzcendens része, a túlnani része. Ha nagyon radikálisan mondom, akkor azt mondhatom, hogy ez az Isten hiány, ennél nehezebb nincs. Itt azonban nem ez történt, mert lett egy nagy változás. Egyszer csak arra figyelt föl ez a vakember, hogy körülötte valami megváltozott, hogy elindult a tömeg valamilyen másik irányba, hogy kicsit izgatottabb lett, hogy a szófoszlányok is valahogy megváltoztak, és megkérdezte, hogy mi az, mi történt, ki az. És akkor az a válasz jött, hogy hát a názáreti Jézus. Lehet, hogy hozzátették, hogy a messiás, vagy a megváltó, vagy a csodarabbi. Én ezt nem tudom, de egy biztos. Ez az ember ez nagyon gyorsan hozott egy döntést. És elkezdett nagyon hangosan kiabálni. És azt mondta, hogy Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Ha az ember elmélyed ebben a mondatban, akkor elkezd ráérezni arra, hogy ebben a mondatban ott van a kétségbeesés. Az életének a kétségbeesése. A bizonytalanság. De ott van ugyanakkor a hit, a bizalom. És ott van benne az imádság is. Hogyha keresem az üzenetét ennek az egyetlen mondatnak, akkor ebben a mondatban ott van a hit, hogy Jézus meg tudja változtatni az életét. Nagy hit ez egy ilyen helyzetben. Amikor ezt hallja a tömeg, akkor nagyon érdekesen reagál. Mert azt mondja, hogy hallgass már el. Ne dugd ki a fejedet a sor fölé, ne akarj renitenskedni. Légy már csöndben, mint hogyha ma azt mondaná, hogy hallgass már el, nem kell itt hangosan imádkozni, nem kell a te Isten tiszteleted. Most bent a laboratóriumokban készül a gyógyszer, az ellenszérum, hagyd őket dolgozni, az fontosabb, mint a te imádságod.
Én azt gondolom, hogy ez az ember ez ráérzett valamire. Az, hogy a legnagyobb gyógyulás, vagy a gyógyulásnak az első lépése, az az, hogy a saját Isten hiányunkat, a bennünk lévő kétségeket kell valahogy meggyógyítani. És ő ezért kiáltott egyre hangosabban. És Jézus ezt a kiáltást meghalva megállt mellette, és megkérdezte, hogy mit akarsz, mit cselekedjen. És ő annyit mondott, azt, hogy lássak. És ezután történik meg a csoda, hogy elkezdett látni, és azt gondolom, hogy nem is akármit. Mert nem mindegy, hogy mit látunk. Mert hogyha körbenézzük magunk körében a mai világban, vagy azt látjuk, hogy az emberek maszkokkal járnak, kelnek. Vagy azt látjuk, hogy milyen rossz hírek hangoznak el, és milyen nyomorúságos képeket mutatnak a televíziók. Ez a történet azonban nem a vakságról szól, hanem a látásról. És én hadd mondjam azt, hogy leginkább a belátásról. A belátásról, mert ez a vak, ez belátott valamit. Belátta azt, hogy az Isten ott van mellette. Belátta azt, hogy van értelme kiáltani. Belátta azt, hogy ha van valakire szüksége ebben a helyzetben, az maga az Isten. Szabó Magdának van egy rövid elbeszélés, vagy van egy regénye, aminek az a címe, hogy Ókút. A debreceni házuknak a kertjében volt egy kút, ami le volt takarva, és ahova nem engedték oda a kislányt. Ő pedig nagyon vágyott volna beletekinteni, mert ő nem a veszedelmet látta ebben a kútban, hanem a lehetőséget. Annak a lehetőségét, hogy meglátja a saját múltját, meglátja a jövőt, ahova megy, és talán a jelen is valahogy összeáll a számára, a jelennek a keszekuszasága valamiféle biztonságát tud összekapaszkodni. Én azt hiszem és azt gondolom, hogy a vak számára, meg talán a mi számunkra is, az Isten maga az ókút. Az ókút, akiből, hogyha beletekintünk, és meglátjuk benne az Isten mélységét, akkor abban a mélységben észrevesszük például az ő szeretetének a keresztben megmutatott nagyságát. Vagy meglátjuk a feltámadásnak azt az erejét, ami ki tud hatni az életünkre. Én azt hiszem, hogyha képesek vagyunk erre a belátásra, és velünk is megtörténik a csoda, hogy megnyílik a szemünk, és el tudunk mélyülni az ókútban, Istenben magában, akkor talán mi is el tudunk jutni a vakságtól, a vigasztaló látásig, amiben egészen másképp fogjuk látni ezt a világot. Túl tudunk nézni a víruson, a járványon, a nyomorúságon, a félelmen, és elkezdünk sokkal jobban bízni abban az Istenben, aki a vakot is meggyógyította. Én ezt kívánom, legyen ez így. Ámen. Minden időben. Áldás, békesség.